Kötelezővé tenni a himnusz éneklést a romániai iskolákban az oktatási miniszter. A tárcavezető a bukaresti nemzeti stadion avatója után döntött így, ugyanis Traian Băsescu államfő elégedetlen volt a jelenlévők teljesítményével, szerinte ugyanis hamisan énekeltek. A mindennapos himnusz éneklés ötlete a székelyföldi iskolaigazgatók körében derültséget váltott ki, és nem támogatják a kezdeményezést. ...1989 előtt így indult minden tanítási nap Romániában. Azóta azonban nem csak a himnusz, hanem ez a gyakorlat is változott. Idén a legtöbb romániai iskolában újra himnusz énekléssel kezdődött az év. A tanintézmények többségében heti rendszerességgel éneklik a nemzeti himnuszt. A székelyföldi iskolaigazgatók nagy része ellenzi a tanügyminiszter javaslatát. Pár évvel ezelőtt is felröppentek ilyen hírek, aztán mégsem lett kötelező, én úgy gondolom, hogy ez ismét csak egy próbálkozás volt. A tanulók sem örülnek az ötletnek. Szerintem ez azért van, hogy próbál elrománosítani minket, itt székelyföldi magyarokat. Nem tartom jónak, de szerintem kötelező lesz, és elég rossz ez az a mindennapot úgy kezdeni a román himnuszt énekelni. A tanügyminiszter szerint a himnusz éneklés a hazaszeretet érzését erősíteni a diákokban.